Engedje meg, hogy mind a magam, mind a képviselőtestület, mind pedig Karcag város lakossága nevében nagyon sok boldog születésnapot kívánjak erőben, egészségben a 90 éves születésnapja alkalmából, és hogy átadjam egyrészt Karcag város önkormányzatának az oklevelét, gratulációját, másrészt pedig Orbán Viktor miniszterelnök úr jó kívánságait, és én valóban azt kívánom, hogy még nagyon sokáig tudjunk beszélgetni, találkozni az utcán, erőben, egészségben, úgyhogy még sok-sok boldog születésnapot kívánok, és Isten éltesse. Újabb szépkorú polgárát köszöntötte a város. Kántor Imre augusztus 9-én ünnepelte 90. születésnapját. Én szeretem a zenét, akármilyen muzsika. Szeretem, ugye, 30 évig voltam mozigépész, 10-et utazottam el, hogy önszorgalomul, Rigó Feri volt a első mozigépészünk, na én aztán még 20-at rá töltöttem hivatalosan, a Berekbe vetítettem sokáig, a Tanyasi mozikat kezeltük, a jogosítványom nekem volt, mert ugye a cuccot, a vetítőt meg kellett fogni, felrakni, berakni az autóba, kivinni a tanyára, vagy ahol nem volt mozi. A közelmúltban csípőprotézist kapott, ugyan nehezen mozog, az ebédet a szociális ellátószolgálattól kapja, viszont kortársaival és a nála néhány évtizeddel fiatalabbakkal ellentétben semmiféle gyógyszert nem szed, szellemi képességei majd kicsattannak. Én templomjáró ugyan nem vagyok, de én vallásos ember vagyok, református vagyok. Én amit fogadtam, azt meg is tartom, úgyhogy, mert ugye ott is van több vagy három ilyen fogadalom van, amit elmondtam az esküvőnkön, templomi esküvőnk volt, és akkor meg katona esküvőnk is volt, ugye, ott is volt ilyen, hiába volt a kommunizmus, meg ez, meg az, de valójában az Istennek a számítása, meg a gondviselése, az fent áll, ugye, az elmondja az ember. 42 évnyi házasság után özvegyült meg, azóta gyermekei, unokái és immáron három dédunoka jelenti számára a családot. Igaz, a teljes nagy család még nem tudott összejönni a karcagi családi házban, a legkisebb dédunoka alig pár hónapos. A 95. születésnapra remélhetőleg megtelik a kertesház.